Ha a sütőiparban növelni kell a béreket, akár 30%-os kenyérdrágulás is jöhet, ezt a Magyar Pékszövetség elnöke Septe József nyilatkozta a múlt héten. A sütőipari cégeknél már egyébként is munkaerőhiány van. 2500 pékállás van üresen az országban, béremeléssel lehetne itthon tartani a pékeket, de az nagyobb kiadást jelent a cégeknek, ami miatt árat is emelhetnek. A vállalkozásoknak 30-35%-os emelésre is szükségük lenne ahhoz, hogy meg tudják tartani a dolgozóikat. Egy pék szakmunkás jelenleg havi bruttó 160 ezer forintot keres, évek óta változatlan a fizetés a sütőipari cégeknél. A munkaerőhiány mellett már az is látszik, hogy nem választják a fiatalok sem ezt a szakmát. Az ágazatban probléma, hogy megnőtt a külföldi tulajdonú cégek száma is, valamivel kevesebb, mint 1000 magyar sütőipari vállalkozás működik itthon, a mintegy 700 Albán mellett. A sütődékben, amellett, hogy folyamatosan korszerűsödik a gépesítés, nagy az élő munkaerő igénye is a cégeknek. A szektorban állami bértámogatást jelenleg nem kapnak. Köszöntöm a stúdióban Lakatos Tibort, a Magyar Pékszövetség alelnökét. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Hogyan jönnek ki ezek a 30%-os béremelések? Mi van ennek a hátterében? Ugye most szó van a minimál béremelésről egyébként is, meg hát a foglalkoztatásban felmerült létszámhiányt is valahogyan pótolni kell. Először szeretnék egy helyzetképet adni a sütőipar helyzetéről. Az ünnepi szépen belül a sütőipart több mint 25 ezer embert foglalkoztat a 90 ezer fős élelmiszeripon belül. A jövedelmezősége az élelmiszeriparnak, ábrevétás nyeresége mintegy 3,94%. Ehhez képest a sütőipar jövedelmezősége, ezek nagyon fontos, hogy NAV adatok, tehát tényleges adatok, mindössze 2,5%. Miből adódik ez a nagy különbség? Az alacsony átadási árakból adódik, hiszen még egy fagylat, mondjuk 200 forint, ugye egy kenyér nettó átadása 160-170 forint, tehát ebből kell gazdálkodni a sütőipari vállalkozásoknak. Én úgy gondolom, ez az arány is mutatja azt, hogy milyen alacsony szinten van a árbevétel és a nyeresége, és azon belül pedig az élőmunka igénye jóval magasabb, mint az élelmiszeripon belül bármelyik ágazatnak, hiszen nagyon sok az élőmunka igény, hozzáteszem, nagyon magas a hozzátérték, és ami még fontosabb, hogy a sütőipari vállalkozások döntően éjszaka foglalkoztatják a sütőipari szakmunkásokat, amennyiben találnak meg föl létszámot, amelynek nem kell eléggé hangsúlyoznom, vagy nem tudom eléggé hangsúlyozni, nagyon jelentős a bérpótléka, hiszen míg a többi ágazatban az éjszakai pótlékot, és ugye hétvégén is dolgoznunk kell, hiszen szombat, vasárnap reggel is kell a vevőknek friss pékeut gyártani, tehát ez hatványozottan jelentkezik élő munka igény szempontjából. Hogyan lehetne ezt olyan módon nyereségessé tenni, hogy ne boruljon fel az egyensúly? Kértük a kormány, most hétvégén volt a sütőipari vállalkozásnak a konferenciája, a NAV segítsége, NAK-nak a segítségével. Tehát azt kértük a kormánytól, hogy az alacsony jövedelmességű és a szakmunkás minimál emelése miatt valamilyen kompenzációval segítse a vállalkozásokat, a sütőipari vállalkozásokat, hogy a tervezett minimálbéremelkedést ki tudják gazdálkodni. Ez az egyik oldal, a másik pedig tudni kell, hogy 5 éve, még egyszer, hogy 5 éve nem emelt állat a sütőipar, sőt, az utóbbi időben valamelyes csökkent is a sütőipari vállalkozások nettó átadási ára. Hangsúlyozom, hogy nettó, hiszen a fogyasztói árakat sohasem a sütőipari vállalkozások mondják, meg a kereskedők. A kereskedők határozzák meg a fogyasztói árat. Mi egy átadási árat adunk meg, hogy milyen haszonkulcsot dolgozik a kereskedő, ezt mi nem tudjuk befolyásolni. Ezt a bizonyos 30%-os ár növekedést elbírja egyébként az ágazat? Hogyan viszonyul vagy ehhez a külföldi konkurencia? Én azt gondolom, hogy amennyiben minőségi terméket szeretnék a magyar vásárlók kapni, és minőségi termék igényük lesz, akkor nem olyan jelentős ez a 30% egyébként. Számításaink szerint éves szinten ez egy 3 dobos cigarettát jelent mindössze. Tehát azt hiszem ez a 30%, még egyszerűen ez bruttó fogyasztó ár, ami kigazdálkodható lehetne esetleg a
vállalkozásoknak, tehát nem olyan jelentős mértékű, ahhoz képest, hogy nem volt átváltozás több mint 5 éve. Országos adatok jelentek meg itt a bejátszás elején. A megyében mi a helyzet a foglalkoztatás tekintetében? Van-e pékhiány a megyében? Hát országos szintén mintegy 2500-3000 szakmunkás hiányzik a szakmába. A megyének az a szerencséje, hogy van sütőpi szakmunkás képző intézet a Nyíregyházán, és valamelyest a hiány pótolja, de nagyon fontos, hogy nem vonzó a szakma a fiatalok szempontjából. Jó magam, többször vizsgáztatok, 15 éve vizsgáztatok szakmunkás gyerekeket, de a 24-ből az idén 22-en nem választották ezt a szakmát, hiszen nehéz fizikai munkát jelent ez a szakma, nagyon fontos, hogy éjszaka kell dolgozni, és alacsony jövedelmezőség. A sütőiparban 157-160 ezer forint mindössze a bruttó munkabér. Na most ezért éjszaka kell dolgozni, tehát nem vonzó a fiatalok körében ez a szakma sem. Van-e arra valamilyen kidolgozott program, hogy ez megforduljon, ez a tendencia, hiszen ha ez így marad, akkor néhány év vagy 10 év múlva nem lesz elég pék, tehát nem fognak tudni elég kenyeret előállítani. Igen, tehát a legfontosabb az, hogy támogatás kapcsán, hiszen szó van a 4-6%-os járulék csökkentésről, ez az egyik segítség lenne, hogy tudjunk még magasabb bért fejleszteni, hiszen nekünk is érdekünk, mi nem vagyunk a minimálbéremelés ellen, hiszen mi is örülünk, hogyha meg tudjuk fizetni a dolgozókat, de a 2,5%-os ábrajutás nyereségben ezt mi nem tudjuk önerőben megcsinálni. Tehát ez mindenképpen egyrészt áremeléshez kell, hogy vezessen, amit meg kell érteni. Másik megoldás lenne az, hogy gépesíteni kell. Tehát hiszen vannak olyan eszközök, van olyan gépek, amelyek segítségével tudunk megtakarítani a munkaerőt, de nem ez legyen az elsődleges szempont. Azt gondolom, hogy teljes foglalkoztatás legyen a sütőiparban, ez lenne a cél. És igazából a másik, ami vonzó, a fiatalok közé, vagy kimennek külföldre, aki ezt el tudja érni, hát 3-4-szeres fizetésére. Ez is egy nagyon nagy probléma. Ugyan megyénkben, de főleg az országnak a nyugati részén, ahol átjárnak a szomszédos országba, a Szabolcsban született és Szabolcsban dolgozott, itt tanult pékek. Ők választják inkább Ausztriát? Ausztriát választják és elmennek, én több ismerősöm van, aki ott dolgozik a határszélén, és átmennek, tehát ezeket nem tudjuk visszavonzani. A gépesítés ellen szól az is, hogy egyre inkább a kézműves termékek azok, amik keresettek. Igen, valóban elindult egy ilyen tendencia, hogy a egészséges táplálkozás, illetve a hosszú kovásszal készült termékek felé irányult a vevőknek az igénye. Ezt valóban ezt nem lehet gépesíteni, de ehhez viszont hosszú tapasztalata rendelkező szakmunkásokra van szükség. Lakatos Tibor, én bízom benne, hogy hamarosan megoldás születik erre a nagyon komoly problémára. Hát én is bízom be, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba.